Üdv mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 15 olyan angol kifejezést fogok neked bemutatni, amelyek segítségével könnyedén tudsz majd tájékozódni külföldön. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer is mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és átmenni az angol nyelvvizsgán, akkor lent nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis a tájékozódásba. Nos, én tudom azt, hogy nagyon sok angol tanulónak egy komoly kihívást jelent külföldön megszólalni, megszólítani egy idegent az utcán, és segítséget kérni tőle angol nyelven. Lehet, hogy te is félsz ettől a helyzettől, félsz attól, hogy nem érted meg majd, hogy mit fognak ezek a külföldiek válaszolni neked, és ugye úgyis ott van mindenkinél az okos telefon, tehát minek is tulajdonképpen külföldieket megszólítani. Nos, bármi történhet egy idegen országban, például azt, hogy lemerül a telefonod, ezért igenis meg kell tudni állítani valakit az utcán, és segítséget kell tudni kérni, hogyha eltévedtél, vagy hogyha meg akarsz valakit találni. De ne aggódj, ezek a kifejezések, amiket mindjárt megmutatok neked, egészen biztosan segíteni fognak neked abban, hogy magabiztosan tudjál segítséget kérni külföldön egy idegentől, sőt, segítek abban is, hogy meg is értsd azt, amit ezek az illetők neked majd válaszolnak. Úgyhogy vágjunk is bele a mondatokba, természetesen az összes kifejezést megtalálod lent a videó leírásában a példamondatokkal együtt. Az első és legelső kifejezés, amiről beszélnünk kell, az az excuse me, vagyis az, hogy elnézést. Tehát teljesen mindegy, hogy kezdő nyelvtanuló vagy profi, senkinek nem állunk bele az arcába azzal, hogy where is the museum. Jó, tehát először, mielőtt segítséget kérnél, mindenkitől elnézést kérünk, például excuse me, where is the nearest souvenir shop? Elnézést, hol van a legközelebbi ajándékbolt? A második kifejezés ugye már egy olyan mondat lesz, amit az excuse me után fogunk bevetni. Ez úgy hangzik, hogy could you please show me... Meg tudnám mutatni, hogy merre van valami, vagy hol találok valamit? Nézzük ezt is egy példamondatban. Excuse me, could you please show me the direction to the main square? Elnézést, meg tudnám mutatni az utat a főtérre? Harmadik mondat. Ez egy még határozottabb segítségkérés, azt is mondhatnám, hogy egy felkiáltás. Itt jelzed a kedves külföldinek, hogy te tényleg bajban vagy, és segítséget kérsz tőle. Ez a mondat úgy hangzik, hogy I'm lost. I'm lost, tehát eltévedtem. Ugye, ha valaki eltéved és segítséget kér, annak valószínűleg sokkal szívesebben vagy hathatósabban fognak segíteni. Tehát nézzük ezt is példamondatban. Excuse me, I'm lost. Could you please help me find the Fifth Avenue? Elnézést, eltévedtem. Tudna segíteni abban, hogy megtaláljam az ötödik sugárutat? Következő mondat. How do I get to the museum? Például. Tehát hogyan jutok el a múzeumig. Excuse me, how do I get to the museum? Elnézést, hogy jutok el a múzeumhoz? Ötödik mondat, egy picit udvariasabb. Can you help me find... Segítene megtalálni a... Excuse me, could you help find the Hotel Santa Barbara? Elnézést, tudna segíteni megtalálni a Santa Barbara hotelt? Jó, ezek voltak az alapmondatok, és akkor nézzük azt, hogy amikor segítséget kértél, milyen válaszokat kaphatsz a külföldiektől. Először is, például mondhatják azt, hogy walk along, vagyis menj végig valami mentén, egy út vagy egy utca mentén. Walk along Sixth Avenue until you find the Rockefeller Center. Sétálj végig a hatodik sugárúton, amíg el nem jutsz a Rockefeller Centerig. Vagy turn left or turn right. Fordulj balra, vagy fordulj jobbra. Turn left at the crossing and the building is on the right. Fordulj balra a kereszteződésnél, és az épület, amit keresel, a jobb oldalon lesz. Vagy
Go over. Go over, menj túl rajta, menj túl valamin. Go over the bridge and turn left at the next crossing. Menj túl a hídon, és fordulj balra a következő kereszteződésnél. Vagy next to. Valami mellett van valami. Példamondatban. The Marriott Hotel is next to the Rogers Theater. A Marriott Hotel a Rogers Színház mellett van. Vagy például mondhatják azt, hogy near to. Valaminek a közelében. The Rockefeller Station is near to the 46th Street. A Rockefeller állomás a 46. utca közelében vagy. Közelében van, bocsánat. Vagy to the left, to the right of. Valamitől balra, vagy valamitől jobbra. The post office is to the right of the store. A posta hivatal a bolttól jobbra található. Vagy behind. Behind, mögötte. The restaurant is behind the metro station. Az étterem a metro állomás mögött van. Ha már valami mögött van, akkor lehet valami előtt is, ami úgy hangzik, hogy in front of, tehát valami előtt. When you turn right, you will find yourself in front of the church. Ha jobbra fordulsz, a templom előtt fogod találni magad. Vagy on the street, vagy on the avenue, az utcában, vagy az úton. The Disney Store and the New York Marriott Hotel are both on 7th Avenue. A Disney áruház és a New York Marriott Hotel is a 7. sugárúton van. És mégül at the crossroads. At the crossroads, vagyis a kereszteződésben. You will see a big mall at the crossroads of 6th Avenue and 51st Street. Tehát látni fogod a nagy áruházat a 6. sugárút és az 51. utca kereszteződésében. Nos, remélem, hogy ezekkel a segítséget kérő mondatokkal és válaszokkal segítettem abban, hogy jobban tudjál tájékozódni külföldön. Természetesen ezeket a mondatokat is gyakorolni kell, úgyhogy ha külföldön vagy, akkor nyugodtan szólíts meg random idegeneket, és kér tőlük segítséget, hogy minél jobban gyakorold ezeket a helyzeteket, ha pedig egy külföldi útra készülsz, akkor nyugodtan gyakorolj egy kicsit családtagjaiddal, barátaiddal vagy ismerőseiddel. Köszönöm a figyelmet, kérlek, hogyha hasznosnak találtad ezt a videót, akkor oszd meg ezt barátaiddal és ismerőseiddel. Viszlát a legközelebbi videóban!